Akkor el is kezdenénk, mert az a kérdés, a legelső kérdés, amit ma szeretnénk megválaszolni, megpróbálni megválaszolni, az az, hogy ezt az egészet miért tudjuk. Tehát hogy tudjuk ezt úgy képzelni, hogy működjön. Ugye nagyon fontos, amiért én úgy gondolom, hogy picit kezdjük elveszíteni sok esetben a kapcsolatot a diákjainkkal és a valósággal, az az, hogy ők egészen más világban élnek, mint mi. Ennek a világnak ugye a jellemzői az, hogy amíg a nyomtatott korban ilyen egyoldalú kommunikáció volt, a könyvek, dokumentumok láttak napvilágot, a szerzők-kiadók voltak, akik ezt kiadták, eddig a 20. század általában az átadt helyét a sugárzott kornak, itt, hogy lehet látni, elsősorban előállított tartalom volt film, rádió, weboldalak, és most viszont a 21. század a kollaboratív korban, közösség által létrehozott élmények, közösségi hálózatok, kevert média. Tehát lehet látni, ott egy nagyon fontos változás, és a technológia ennek a változásnak megteremtette a hátterét. A kérdés az, hogy mi pedagógiában ehhez a változáshoz tudunk alkalmazkodni, és mit tudunk tenni, hogy működjön. Valószínűleg különben a pedagógia szerepét és az iskola szerepét egy picit át kell írni, vagy legalábbis át kellene gondolni mindezeknek a fényében, hogy mik ezek így. Most nem kódolni fogunk, hanem megpróbálom azokat az elemeket végigvenni gyorsan, amelyek mentén kimondhatjuk azt, hogy egy pedagógiai projekt, iskolai projekt megfelel a 21. századi pedagógiai elveknek. Ugye többfajta definíciója van, mi most azt a kódolást fogjuk használni, amit a Microsoft dolgozott ki egyébként. Ők vállaltan egyfajta gazdasági megközelítéssel indulnak, és azt jelenti, hogy ez a kódolás az alapján abból indul ki, hogy hogyan lehet később minél hatékonyabban elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Ehhez nagyon komoly kutatásokat végeztek, és a végén a rengeteg interjú, kérdőív és mindenféle adatfelvétel után megpróbáltak szintetizálni néhány olyan képet, ami nagyon fontos ahhoz, hogy valaki hatékony munkavállaló legyen 21. században, és ezeket lefordították ugye ők pedagógiai helyzetekre, az iskolában történő eseményekre. Ez az öt, ezt a PPT-t egyébként el fogjuk küldeni, illetve ha jól sejtem, akkor felvétel is készül erről a webináriumról, tehát később ezek minden érhetőek lesznek, illetve a tanárblogon szintén hozzáférhető a 21. századi pedagógiai kódolás. Ez azt jelenti, hogyha eltervezünk egy projektet, akkor nagyon fontos az, hogy megnézzük, hogy milyen elemeiben felel meg ezeknek az elvárásoknak. A legelső ilyen elvárás, talán a legnehezebb, ez a tudásépítés. Tehát hogyan tudjuk azt elérni, hogy a diákok a tudást reprodukáljanak, és ha bármit csinálunk, szerintem ez nagyon fontos, hanem megpróbáljanak úgymond tudást felépíteni információkból. Itt lehet látni. Igen. Is he eating? Válasz, hogy lehet? Yes, he is. No, he isn't. Most nem hogy lenne az, hogy semmi, minden jó, tessék. Most már kezdve. Kérem, hogy könyörgöm, hogy kapcsolja ki a mikrofon. Let's go. One, two, three, four, five, six. Tudna valaki segíteni? Péter, tanul, kérdezzük meg. Használt ugye. Péter az ő. Igen, mindjárt megpróbáljuk elintézni. Nagyon köszönöm. Kérdezzük, hogy tanul, igen. Mert egy izgalmas angol órába csökkenni. Péter, én azt kijelentem, de kérdés csinálj belőle. Is Peter? Jó, én igyekszem. Learning? Is Peter learning? Jó. Sikerült megtalálni? Igen, úgy tűnik, ott már rendben van. Jó, oké. Tehát nagyon fontos az, hogy abban, amit csinálunk, abban tudásépítés történjen. Ugye ebben a kódolásban, amit most így próbálunk ajánlani, minden projektet végig lehet futtatni, és meg lehet azt nézni, hogy vajon a tevékenység során végig rutin tevékenységet kell végezniük-e a diákoknak. Amennyiben igen, például, amit most éppen hallottunk, ez az angolóra, és az volt, hogy megtanulták ugye ha jól hallottam, a folyamatos jelen időnek a kérdő alakját, és arra építettek, és több mondatot kellett csinálni. Amennyiben ez van, ez nem feltétlenül baj egyébként,
akár a drilleknek is megvan a helye. A kérdés az, hogy amennyiben csak ilyen rutin tevékenységet végeznek a diákok, akkor elmondhatjuk-e, hogy épült bennük tudás. Valószínűleg nem épült tudás, hanem azt a tudást kell nekik visszaadni, amit mi adtunk az ő kezükbe, vagy próbáltuk őket megtanítani valamire. Amennyiben a tevékenység során a diákok ugyan építenek új tudást, de nem ez a tevékenység fő követelménye. Én szoktam mondani egy példát, amit én csinálok, ezt a legegyértelműbb, hogy meg lehessen érteni, hogy miről is van itt szó pontosan. Tehát amennyiben mondjuk azt várom el, hogy a diákok megtanuljanak egy szöveget arról, hogy a népesség Európa nyugati felében miért csökken, az lehet nagyon hasznos. Ugye a tudásnak többféle szintje van. Az egyik ez a tárgyi tudás fontos ahhoz, hogy valaki tudjon beszélni a népesség csökkenésről, hogy tudjon például adatokat, vagy tudjon adatokat keresni, tudja, hogy hol vannak ezek az adatok. Mert haszna lehet annak, hogy én őt arra kérem, hogy megtanuljon egy ilyen szöveget, vagy annak a kivonatát a népesség csökkenésről. De ha én azt mondom neki, hogy van egy probléma, hogy csökken a nyugat-európai népesség, vagy népszaporodat az negatív, akkor mi lenne a megoldás? És innentől kezdve, ugye látszik a kétfajta megközelítés között a különbség, hogy nem egy leadott tananyagot próbálok leadni és visszakérni, hanem keresek egy olyan problémát, ami létezik egyébként a világban, és erről lesz majd később szó, de amellett, hogy létezik a világban, emellett nem tudjuk rá a pontos megoldás feltétlenül. Könnyen beszélek, ilyen mondhatjuk, mert ugye nyelvtanár vagyok, tehát a nyelvkönyvekben teljesen mindegy, hogy mi van. Úgyis teljesen esetleges, lényeg az, hogy tudjon beszélni majd különböző problémákról, vagy kérdésekről. Ez egy készségtárgy, de azért mégis elmondhatjuk, hogy minden tantárban szerintem megvalósítható kellene, hogy legyen. Azt, hogy olyan problémákat próbáljunk keresni, amelyekben a diákoknak lehetőség nyílik arra, hogy önállóan tudást építsenek. A tanárnak a feladata nem szűnik meg ezzel, de nem azt mondom, hogy én adok egy feladatot nekik, és neki ezt meg kell csinálni, és meg kell kutatni nálam, én pedig ülök és újságot olvasok, hanem azt szeretném ezzel jelezni, azt szoktam én csinálni, nyilván nagyon komoly előkészületet igényel nekem még inkább, hiszen a nyelvtanár az, aki mindenről beszél, de semmihez se ért. Ellentétben mondjuk egy szaktanár, valódi szaktanárral, aki mondjuk a történelmet nagyon jól tudja, hiszen az a szaktárgya, nekem csak a nyelvtan van, amit én taníthatok, semmi más, ami igazából benne van a nyelvkönyvekben, nem konkrétan tananyag, hanem esetleges. És ezen belül megpróbálom arra ösztökelni őket, tudást építsenek föl. Tehát mondjuk megadom a KSH oldalait, keresek cikkeket a BBC-n arról, hogy ez hogy néz Nyugat-Európában, különböző országokban a stratégiákat megpróbálom velük értelmezni, mondjuk Olaszországban, Japánban és Kínában a népesség csökkenéssel mit tettek. Úgyhogy megpróbálom őket irányítani, adok nekik lehetőséget arra, hogy sok információt gyűjtsenek, ebben fogom a kezüket és segítek, de alapvetően nem ez az én feladatom. Alapvetően az a feladat, hogy megpróbáljunk egy valódi problémára ők maguk tudást szépen lassan fölépítve egy választ kapni. Ami nagyon nagy probléma ebben, vagy nehézség először ebben, hogy ezek egy nyitott végű kérdések, nem pedig egy zárt kérdések, ami nagyon jól lehet tudni, hogy mi éppen a válasz, és akkor dolgozik a diák jól, hogyha azt a választ adja. Itt többfajta válaszra van lehetőség, és többfajta megoldást lehet majd adni a problémára, és ezekről lehet később beszélni. Én azt gondolom most, hogy elég sok ilyen projektet csináltam, hogy érdekes módon azok a diákok ilyenekkel, nem csak ilyenekkel, részt van ilyenekkel, készülnek fel mondjuk egy nyelvvizsgára, nem teljesítenek rosszabbul, mint azok a társaik, akik nem. Sőt, ugyanakkor elmondható az is, hogy viszonylag izgalmas és érdekes a projekt, és valóban, ahogy épül a tudás, hogy egyre inkább szakértővé válnak a diákok abban, amit ők csinálnak, egyre jobb lesz az ő hangulatuk is. A másik az együttműködés. Ugye ez nagyon fontos, hogy a kollaboráció fontos elem. Az együttműködés nem közösen dolgozás jelent, hanem itt látszanak a definíciók, igaz, hogy ha mennyiben nem szerepel csoportos vagy páros munka, akkor nem tudok csak egyet adni az együttműködésre, amennyiben szerepel, de nem viselnek közös felelősséget a munkájukért. Tehát ez az én megcsinálom az első, és megcsinálom a második, és külön-külön előadjuk, és akkor egy dologról beszéltünk, de ez elérne a végéről, de összességében nincsen közös felelősség. Amennyiben kollaborálniuk kell, és közös felelősséget viselnek, de nincs szükség arra, hogy érdemi döntéseket hozzanak meg, akkor hármas, és akkor mondhatjuk el, hogy négyes minden szempontból, hogyha közös felelősséget viselnek, érdemi döntéseket kell hozni a munkájuk során a tartalmát, folyamatát, vagy pedig
annak a végeredményét illetően. Ez azt jelenti, hogy az nem együttműködés, hogyha eldöntik feltétlenül, nem az, hogyha eldöntik, hogy a PowerPointnak mondjuk milyen legyen a háttérszíne, de olyan döntéseket kell hozni, amelyek a projektnek a végkimenetét tekintve fontos. Ugye ez feltételezi azt, hogy olyan dolgokról fogunk beszélni, olyan dolgokat próbálunk csinálni, ami egy picit kitágítja az iskolának a falait, vagy lebontja, inkább azt mondom, és megpróbál olyan problémákra választ keresni, amelyek a diákok az életben is találkozhatnak. Ez roppant érdekes, és nagyon nehezen tudnak egy projektet összerakni. Kifejezetten sok energiába telik, akár egy projekt alapon tanuló általános iskola után egy 9. osztályban azt elérni, hogy egy ilyen munka során akár ne a három külön leadott dolgot három külön kézírással így egybe ragasztva adják, hanem legalább összefésüljék és megpróbálják csinálni. Rengeteg sok munka van vele. Az együttműködés egy legnehezebben, a legkönnyebbnek tűnő, de legnehezebben megvalósuló, szerintem legnehezebben megvalósuló munka. Érdekes visszajelzést szoktam kérni mindig, hogyha készen van a munka, az együttműködésnek az ellenőrzésére, mindenki írja fel azt egy papírra, a csoportban önállóan, a másikkal meg nem beszélve, hogy szerinte, hogyha a munka egészen 100% volt, akkor ő ebből hány százalékot teljesített, még szinte soha nem volt olyan eset, hogy 140%-nál kevesebbre jött volna ki. Tehát a saját munkáját mindenki valahogy többre értékeli a kollaboráció során, a másik munkáját pedig, amit nem lát, értelemszerűen egy picit kevesebbre, és ettől csúsznak el néha ezek a kollaborációt igénylő projektek. Ugyanakkor nem tudjuk megkerülni, hiszen a modern munkahelyeken azt gondolom, hogy ez egyik legfontosabb készség. A másik az IKT használat. Az IKT-nak az értelmes használatáról van szó, tehát nem a feltétlenül az infokommunikációs technológiáknak a használatát szeretnénk minden áron besúvasztani egy órába, hanem megnézni mindig, hogy milyen pedagógiai célok vannak, és a pedagógiai célokhoz illesztve megpróbálni kiválasztani legfelelőbb eszközt. Ez néha IKT eszköz lesz, néha nem IKT eszköz lesz. Tehát amikor nincs lehetőség IKT eszköz használni a tevékenységben, akkor az egyes, hogyha használhatnak, de nem szolgálja a tudásépítést, tehát hogyha mondjuk a drillezést próbálom, vagy a nyelvtani teszteket próbálok adni, vagy adok, és azzal próbálom a nyelvtani szerkezetet súlykolni, akkor van IKT eszköz, és azzal mondjuk gyorsabban mehet, de nem minőségi, hanem maximum mennyiségi differenciálásra ad lehetőséget. Amennyiben használnak IKT eszköz, de megtehetnek IKT eszköz nélkül is. A harmadik, és ez nagyon fontos kérdés, hogy van-e értelme annak, hogy én IKT eszköz használok, tehát mondjuk, ha én csetelek az órán, ez egy nagyon komoly informatikai hátteret igénylő eszköz, akár hogy most chat ablakot nyitok, és ott valakivel, ott folyamatosan az egész csoport, már mindenki csetel. A kérdés az, hogyha lehajtjuk a számítógépet, akkor ezt meg lehetne csinálni anélkül is, hogy csetelnének, mondjuk három dimenzióban beszélgetünk egymással. Tehát, hogyha azt meg lehet sokkal hatékonyabban IKT eszköz nélkül is csinálni, akkor az hármas, de amennyiben olyan módon, az nem is lehetne lehetséges IKT eszköz nélkül, tehát szükséges hozzá, akkor az négyes. Itt az szokott probléma lenni és kérdés lenni, hogy végül is az, hogy én e-mailben küldöm el a levelet, vagy pedig feladom postán Ausztráliába, mind a kettő működik, és IKT használat nélkül is. Itt azt gondolom, hogy a racionalitás az, hogy az a levél 5 másodperc alatt ér oda, vagy pedig 2 hét alatt ér oda, az alapvetően befolyásolja a hatékonyságát, illetve az időben a kicsúszását egy projektnek. Ilyen esetben én 4-et szoktam adni a projektre. A következő nagyon fontos elv az a probléma megoldás, és egy ilyen valós probléma megoldás. Hát az iskolában gyakran úgy érezzük, vagy szokás mondani, hogy egy iskolásat játszani megyünk, ahol a tanár kérdez, ugye, aki tudja, a diák válaszol, aki jó esetben nem tudja, és tanár elmondja, a diáknak pedig ugyanazt kell mondani, mint a tanár gondol, csak egy picit magasabb hangon, akkor győztünk. És itt ez a rendszer, ez picit más mond, mert azt mondja, hogy valamilyen fajta probléma megoldásnak kell lennie a fő követelményének a projektnek. Egy olyan dolognak, ami a valós világhoz kapcsolódik, nem konkrétan csak az iskolához, tehát nem azt mondom, hogy képzeljétek el, hogy mit tudom én, van egy folyosó, akkor a folyosón hogy lehet leültetni 50 gyereket minden gond nélkül. Ez egy érdekes probléma lehet, hogyha nincsen mögötte valami valódi helyzet, akkor nagyon nehéz. De hogyha ugyanez a probléma úgy vetődik fel, hogy abban az osztályokban, ahol
az adott folyosó szakaszon nagyon sokan betegszenek meg, sok órájuk van, mert egyfolytában a földön ülnek, akkor lehet gondolkodni azon, hogy hogyan lehet olyan projekteket kitalálni, amelyek segíthetik azt, hogy ezt a problémát megoldják. Ugye erre a megoldás az, hogy csináljunk egy közösségi eseményt abból, hogy nem ülünk a folyosón a földre, amit meg is csináltunk. Nagyon sokan csatlakoztak hozzá, több százan nem ültek a folyosón a földre, és tettek hitet amellett, hogy a folyosón való fölfázás ez után az ellenségük. Nagy ünnep volt, amikor végül is sikerült. Ugyanakkor a másik megoldás az volt, hogy a diákbizottság petíciót írta az iskola vezetésének, hogy tegyenek ki padokat. Tehát akkor volt egy valódi probléma, és amit mi csináltunk az órán, és amit dolgoztunk, amit megpróbáltunk IKT-t kell elérni, azt később megpróbáltuk implementálni a valós életben. Tehát olyan problémára próbáltunk reflektálni, ami létezik. Ez lehet bármilyen helyzet, bármilyen probléma. Ezekről a dolgok, én azt gondolom különben, hogy a 21. századi pedagógia elveit felhasználva dolgozni, és kizárólag így dolgozni, nem biztos, hogy lehet, és nem is biztos, hogy kell. Ez pont olyan, mintha a projektmódszert valaki nagyon szeret és nagyon hisz benne, és innentől kezdve kizárólag projekteket hajlandó csinálni. Én azt gondolom, hogy mindig a pedagógiai célhoz kell választani pedagógiai eszközt, és ezt az eszközt hozzá kell passzintani az, amit szeretnénk. Nem minden esetben lehetséges, és nem is lehet bírni szerintem kreativitással és olyan problémával, ami érinti a diákokat, azt, hogy minden hónapban egy új dolgon próbáljanak meg dolgozni. Én azt csinálom, hogy egy évben 2-3 ilyen valós probléma van, és ezek a valós problémák megoldást nyernek valahogy. Fogok rá majd példákat mondani különben. Az érdekesség az, hogyha évek során, ahogy így elkezdünk így máshogyan gondolkodni a pedagógiáról, a helyünkről, az iskolában, az iskolának a szerepéről általában, akkor ezek a problémák így kínálják magukat. Tehát, hogy máshogy nézek a világba, és hogy máshogy néznek a világból vissza a problémák, és ezek a problémák egy idő után így adják magukat, és meglátjuk, hogy hogyan mindjárt mondok rá példákat. A következő nagyon fontos dolog, az önszabályozás. Ugye ezzel egyenvel szemben egy picit én engedékenyebb vagyok, amikor saját magamat értékelem, hiszen én gyakran órávázatokat szoktam értékelni. És itt az első feltétel az, hogy elvileg egy hétnél rövidebb ideig nem lehet egy ilyen projektnek tartania, hiszen hogyha egy hétnél rövidebb ideig tart, akkor valószínűleg nincs lehetőségük a diákoknak arra, az idő rövidsége miatt, hogy valamilyen fajta önszabályozást bevezessenek, illetve az ő feladatmegoldási technikáikat vagy stratégiáikat megváltoztassák ahhoz képest, amilyen visszajelzéseket tudnak kapni egymástól, tőlem vagy a külvilágtól. Tőlem, mint tanártól, úgy értem. Jó. Én ezt nem szoktam feltétlenül komolyan venni, bár az igazi jó projektek tényleg nem tudnak egy hétnél rövidebb idő alatt lezárulni. Hogyha egy hétig tart, de nem kapják meg a diákok az értékelés szempontjait, és nincs lehetőség, hogy tervezzék a saját munkájukat. Nagyon fontos dolog, hogy még mielőtt elkezdenénk egy ilyen 21% projektet tervezni, meg kell adni, vagy praktikus megadni a diákoknak, hogy ez milyen alapon, vagy milyen szempontok szerint lesz későbben értékelve, mert azt szerint tudják ők a munkájukat irányítani. Nagyon érdekes az is, hogy a munkájukat szükségesen tudják tervezni, illetve lehetőségük legyen arra, hogy újra tervezzék adott esetben. És ez egy viszonylag egyszerűen kivitelezhető, olyan szempont, amire nagyon, nagyon kell figyelni, véleményem szerint. Amennyiben egy hétig tart, és megkapják az értékelés szempontjait, és lehetőségük van tervezni a saját munkájukat, akkor ez a 4-est fogja kapni. Most még egyszer, hogyha végignézzük ezt az 5 elvet, hogy az egyik a tudásépítés, hogy nem készen kapott tudást kell reprodukálniuk, hanem új tudást kell felépíteniük a megadott információk alapján. A másik az együttműködés, hogy valódi döntéseket kelljen hozni, amelyek rendkívül fontosak a projekt végkimenetelét tekintve. Az IKT használatot nagyon át kell gondolni, és nagyon szép, hatékonyan, hatásosan a megfelelő helyekre kell beépíteni, és mindig kérdés az, hogy IKT eszközzel, vagy IKT eszköz nélkül csináljunk valamit. Valamit gyorsabban lehet IKT eszközzel is azért csinálunk, vagy pedig
jobban, érdekesebben és szebben lehet IKT eszközön, azért csináljuk. Lehet egy posztert ragasztani és lefényképezni, lehet helyett egy infografikát készíteni, ami talán sokkal izgalmasabb vagy szebb. Fontos az, hogy amit csinálunk, az kötődjön az iskolán kívüli élethez, ha lehet. Megpróbáljon olyan kérdésekre választ adni, amelyek a valódi iskolán kívüli életben is léteznek, és ezért sikerül egy olyan helyzetet megoldani, amelynek a megoldását később megpróbálják implementálni valóságban. És az utolsó szabály, az utolsó ilyen képesség az önszabályozás volt, amikor tervezhető és alakítható a projekt az szerint, hogy milyen visszajelzéseket adunk a többieknek, illetve egymásnak. Mondok néhány példát, amit én csináltam. Ez egy több éves projekt volt, Budapest on the go, hogy itt a probléma az volt, hogy úgy érezték a diákok, az én diákjaim, 16 évesek voltak, hogy nem elég jók azok a turisztikai, nem elég fiatalosak, vagy őszámukra nem jók azok a turisztikai könyvek, végeztünk is kutatást, amelyek segítségével mondjuk egy fiatal korukbeli külföldi turista sikeresen tudna tájékozódni. Ezért kitaláltuk azt, hogy kitalálták azt, hogy tervezzünk egy olyan applikációt, amely a legkurrensebb számukra, legérdekesebb részét mutatja be Budapestnek. Ennek volt egy ilyen inverse kultúrsok része, amikor nekik kellett végigmenni Budapesten, nekik kellett úgy megpróbálni leírni a kulturális szabályokat, amik nagyon fontosak, a hagyományokat, az ételeket, a magyar nyelvből kiválasztani azt a 15-20 elemet, ami nagyon fontos, akkor amit ők szerettek volna, hogy az éjszakai életből mi az, amit kiveszünk, a szállodák közül mi az, amit kiveszünk, mit kell tudni a tömegközlekedésről, vagy a közlekedésről általában, stb. És ezeket összegyúrni egy olyan informatikai eszköz segítségével, amely lehetőséget ad arra, hogy az applikáció elkészüljön, és az applikáció az elkészült, a mai napig elérhető. A másik ilyen komolyabb projekt, ez a kórház suli, ami egyébként a mai napig megy, és egyre bővül, most van lassan 1000 ember dolgozik bele többet, kevesebbet. Ez pedig arról szólt, hogy valahogy úgy oda kerültünk, hogy a hosszú krónikus betegségben szenvedő iskolású gyerekeknek valahogy megpróbáljunk személyre szóló digitális tananyagot fejleszteni, illetve Skype vagy jelenléti órák segítségével tanítani őket. Ezek a gyerekek tipikusan mondjuk daganatos betegek voltak, most már nem csak ők vannak, 50-60 beteg gyerek a rendszerben, és több száz gimnazista most, és most újabban most már 50-60 egyetemista az ELTE-ről, akik tananyagot fejlesztenek, járnak hozzájuk, és megpróbálnak segíteni személyre szólóan. És ezek olyan mini projektek, ugye, ahol egy beteg gyerekkel foglalkozik 5-6 gimnazista egyetemista szaktanár, mentor, viszonylag most egyre összetettebb rendszerben, és ebben a rendszerben van az, hogy ezek a projektek mind vagy megoldódnak, vagy nem, de valahogy a tananyagfejlesztés során ugye a legmagasabb szintű tanulási tevékenység egyik, amikor megtanítasz, vagy megtanítunk valakinek valamit, ennek a során tudnak a legtöbbet tanulni talán a diákok. Több száz ilyen tananyag fejlődött ki most már az elmúlt 6-7 hónap során, mióta szeptember óta élesben teszteljük és megy a rendszer, és ez így lesz továbbra is. Hogy lássuk pontosan, hogy mi az, ami igen, és mi az, ami nem. Van néhány sommásan leírt projekt, tehát ez elismerten nem minden részleteiben működő projekt, de ezért mégis nagyon fontos itt megjegyezni, hogy ha elvárás az, hogy minden egyes óravázlatunk minden szempontból állandóan ugye az értékelési skálán, amit láttunk, mondjuk 4-est kapjon, akkor nagyon csalódunk majd saját magunkban tanárként, mert úgy érezzük, hogy nem tudunk megfelelni azoknak az elvárásoknak, amelyek saját magunk állítottunk saját magunk elé. Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem fontos az, hogy mindig, minden szempontból, minden óravázlatunk lehetőleg a legmagasabb pontszámot kapja a kódolás során. Az a baj, hogyha mindenből egyes. Tehát, hogyha megnézzük ezt a
talajeróziós projektet, hogy ilyek elolvastak a bekezdést a könyvből, amely a témáról szól. Az órán a könyv alapján kell egy feladatlapon található kérdésekre megadni a választ. Ezt a következő órán beadják a tanár. Ez tipikusan az, ami ugye nincsen tudásépítés, mert ott van egy bekezdés a könyvből. Ez olyan, ahol nincsen kollaboráció, hiszen nincsen szó arról, hogy közösen kell dolgozni. Látható, hogy nem épül tudás, hiszen előre megadott kérdésekre kell válaszolni a tankönyv fejezete alapján, és utána a diákok ezt egyszerűen beadják a tanárnak, tehát nem kaptak előre értékelési szempontokat, és ez minden szempontból ugye egy ilyen nagyon egyszerű, valószínűleg ilyen frontálisan megtartott óra után egy egyéni munkával feldolgozott témakör a tankönyv fejezetéből. Ez a 21. századi pedagógia szempontjai szerint mindenből egyes. Nem úgy egyes, hogy megbukott, hanem az, hogy minden egyes szempont szerint egyes kategóriát, vagy egyes értékelést kell, hogy kapjon. Nézzük tovább. Ugye a másik egy picit bonyolultabb, és érdekesebb az Európa Enciklopédia. Mindenki kap egy országot. Az elkészített minta alapján egy hét alatt kell elkészíteni az adott országról szóló szócikket, utána ezeket alpontokat hoznak létre, egymás szócikkeit javítják, tökéletesítik, és az értékelés megvonandva. Tehát lehet látni, hogy itt nem arról van szó, hogy elmondom, hogy mi az a 10 dolog, amit tudni kell, mit tudom én, Norvégiáról, vagy mi az a 15 dolog, amit tudni kell Németországról, hanem megkapott országokat mindenki bizonyos szempontrendszer szerint, bizonyos minta alapján fel kell, hogy dolgozza, és ők egymás anyagait tanulják. Én ilyenkor szoktam azt csinálni, mert ilyenkor elég gyakran szokott, néha előfordul ez a bemásolás Wikipédia szócikkből, tehát nagyon gyorsan lehet nagyon sok anyagot keresni Norvégiáról, hogy utána azt, amit tananyagként ők egymásnak elkészítenek. Nekem volt egy ilyen kevésbé ismert országok projektem, én két perces videókat kellett készíteni angol nyelven, és ott bizony, amit ők ott előadtak angolul, az volt a tananyag. És nagyon sokat szenvedtek attól, hogyha például rossz volt a hangminőség. Nagyon sokat szenvedtek attól, hogyha milyen kis videókat kellett készíteni, hogyha nagyon sok név volt, aminek mondjuk nem írták ki, hogy kell leírni, és nem tudták elmondani mondjuk norvég, dán vagy akár japán neveknél. Nagyon fontos volt az is, hogyha nagyon hosszú volt a videó, és nagyon sok értelmetlen információt tartalmazott, akkor nekik sok értelmetlen információt kellett megtanulni. És egy ilyen projekt, amikor így látják, hogy valahogy hasznosul az, amit ők megcsinálnak, a következőnél sokkal óvatosabban és sokkal jobban szelektálva készítették a projekteket. De hangsúlyozom, ezt mind meg kell tanulni. Itt a katapult tervezés, ez egy érdekes helyzet vagy dolog, mert ott úgy tudja, arról van szó, hogy a diákok megkapott anyagokból egy katapultot építenek, ehhez számításokat végeztek, számítógépen végezték a modellezést is, majd 3 próbalövést adtak le, és az alapján történt az érdekes, milyen messzire repült a golyó a katapultból. Ugye ez, szerintem ez egy érdekes jó projekt, hogyha mondjuk egy történelem órához, vagy korhoz kapcsolódóan kell egy ilyen katapultot tervezni, az jó. Azt látjuk, hogy nem valódi probléma talán a világban jelenleg az, hogy nincs olyan katapultunk, ami nem lő messzire. Sőt, én kifejezetten örülök annak, hogy az embereknek nincsenek katapultjai, amivel lehetne lődőzni egymással az iskola falain kívül, de a számítások, a modellezés, a probléma érdekessége miatt nagyon sok szempontból, nem is mindez 5 szempontból, vagy képességet tekintve, ez a projekt egy nagyon érdekes, izgalmas, jó projekt lenne, azzal szemben, ha csak mondjuk sima számításokat végeznének a diákok. Tehát ez egy olyan projekt, ami látszik, hogy érdekes, látszik, hogy sok szempontból jó, és az is látszik, hogy ha nem is minden szempontból legmagas a szintű 21. századi projekt, de igenis van helye, ami oktatási repertoárunkban. Itt van a híres magyarok. Itt tintajöt készítenek a diákok a több szaktanárral, megkérdik őket szerint, hogy kikérhetnek fel a listára, a leghíresebb magyarok listájára, utána internetes kereséssel bővítik a listát, eldöntik, hogy különböző területeken működő hírességek milyen szempont alapján hasonlíthatóak össze, közös blogon minden csoport
az eredményét közzéteszi, elolvassák egymás blogposztjait, különböző csoportok megvitatják, és érvelnek azok mellett az emberek mellett, akiket ők szeretnének ebbe tenni, és utána a többi csoport érveit meghallgatva mindenki átalakíthatja a listát, majd elkészíti egy autókorlás nevű szoftver segítségével a végleges képet, amit közzétesz a blogban. Az érdekes gyűjtemény lesz akár más nyelveken is a híres magyarokról. Jól emlékszem, ez az előző olimpiának a kapcsán volt egy projekt, és ott például az volt, hogy a londoni metroállomásokat kikről lehetne elnevezni, híres magyar sportolókról vagy emberekről. Most már lassan lejár az időm. Úgyhogy megpróbálok néhány eszközt mutatni hozzá, amelyek szerintem legalábbis nekünk nagyon jól működtek. A neveik itt vannak fönn, mindegyik letölthető, mindegyik ingyenes. Ezek office-os dolgok leginkább. Legelső és a legprofibb legszebb. Ezekről különben a következő webinárium alkalmával egy picit részletesebb ismertetés is fogunk adni. Most csak ilyen 5 percünk van, összefoglalnám azokat, hogyha valakinek van kedve egyedül nekiállni, és elkezdeni dolgozgatni ezen, akkor milyen neveket keressen. Itt van például a Sway, ezzel ilyen nagyon szép interaktív prezentációkat lehet készíteni. Az Office Mix, ez a PowerPoint-ba beépíthető alkalmazás, és ezzel igen látványos és nagyon szép prezentációkat lehet készíteni, illetve videóformátumban lehet exportálni azt, amit mi csinálunk. Be lehet rajzolni a prezentációban, bele lehet írni, audiót lehet hozzátenni, videót lehet hozzácsatolni, rengeteg lehetőség van hozzá, és nagyon szép. A következő az autókollázs, ez egy ilyen belépő szintű, de nagyon jól használható alkalmazás. Az autókollázs letöltése után, ahogy nem is mutatja, ilyen képkollázsokat lehet készíteni, és a képkollázsokban meg tudjuk azt határozni, mondjuk ki legyen középen, és megcsináltak egy olyan projektet, ahol mondjuk a Magyarország van középen, és körülötte pedig azok a híres emberek, akiket mi szeretnénk letenni. Ugye ez volt az előbb mutatott híres magyarok projektben a helyzet. Én nagyon szeretem és viszonylag sokat használom a Community Clips nevű alkalmazást. Ezt igazából kiváltja az Office Mix, mert Office Mixben lehet csak videókat készíteni. Ha valakinek nincs Office Mix-e és szeretne csak videókat készíteni a képernyőjéről, akkor a Community Clips-et ajánlom. Ez úgynevezett screencastok vagy képernyő videók elkészítésére a legalkalmasabb talán, hiszen ezt elindítva egy pillanat alatt el tudjuk kezdeni audio, tehát narráció segítségével vagy kísérletében mindazt, ami történik a számítógépünk képernyőjén. Tehát ez rendkívül jól használható arra például, akár hogy egy prezentáció van, és azt szeretnénk felmondani, akkor a képernyőn a prezentációt nyitjuk meg, és közben audio kommentárt fűzünk hozzá, de nagyon jól működik akkor is, hogyha mondjuk egy alkalmazás használatát szeretnénk megtanítani a diákoknak, vagy egymásnak megtanítatni, hiszen így pontosan látszik, hogy miután mit kell csinálni, és nagyon jól követhető a snip, a következő, ami az Office Mix-nek a kis testvére, itt picit egyszerűbben, kevesebb faxnival tudunk képeket kivágni, hozzátenni információkat, narrációt alátenni. Egy picit összetettebb talán, de nem túl sokkal a Windows Movie Maker, hogyha valaki ezt használja, akkor látja, hogy nagyon rövid idő alatt lehet viszonylag igényes, vagy igényesnek tűnő filmeket összeállítani, sőt képekből lehet filmet készíteni villámgyorsan. Ami még nagyon fontos lehet, az az, hogy az Office 365, az o365.educatio.hu oldalról elérhető most már ingyenesen minden diák és minden tanár számára, úgyhogy az o365 oldalról a teljes Office ingyenesen egy pillanat alatt, vagy hát nem is egy pillanat alatt, de elég gyorsan letölthető és hozzáférhető. Úgyhogy én ennyit szerettem volna elmondani, és kérem, hogyha valakinek van kérdése, akkor tegye föl, elvileg az volt az elf, hogy a kérdésekre megpróbálunk együtt
a bemutatott projekteket, jó, akkor most én olvasom a kérdéseket, és tegyétek fel, hogy tegyék fel a kérdéseket, kérem, és hogyha igen, tehát Farkas Robert kérdése. Ez érdekes dolog, hogy általában azt csinálom ilyenkor, például ennél a videós projektnél, ott értékelni kellett egymás munkáit is folyamatosan, és általában azok tetszettek nekik, amit én is jónak tartottam, tehát a sikeres munkák. Ugye ez magát a projektet értékeli, úgyhogy nagyon nehéz azt mondani neki, hogyha tetszett neki a projekt, akkor tetszett. Nyilván nem minden téma fog minden diákot nagyon megérinteni, és nem minden témára fog mindenki feltétlenül ráharapni, de azt gondolom, hogyha megfelelő módon közelítünk, képesek ezt megcsinálni. Azért lássuk be, hogy az iskola, tehát az, hogy így nagyon, nagyon lelkesen a Budapest on the go-t, azt ilyen iszonyatosan lelkesen csinálták, ott a hétvégén mentek össze-vissza, fényképeztek, és hogy nagyon jól működött a kollaboráció a diákok között, az egy klassz projekt volt, az tényleg jól sikerült. A többi, amit mutattam, az Európa országai, az is rendben volt szerintem, azt az AKG-ban csinálták, nem én, és még az a kórházsuli pedig kifejezetten sok embert működtet, most már jönnek oda hozzám sorban a diákok, nekik van egy kis csapatuk, kapatának egy mentort, és elkezdhetni neked tanányokat fejleszteni, mert az valóban egy valós problémára ad megoldást azoknak a gyerekeknek, nincs más lehetőségük az oktatásra, a tanulásra, és ezt adjuk meg neki, és ezt visszük el hozzájuk. Az például egy nagyon-nagyon néző projekt, ezt is lehet úgy, nem tudom, egy ilyen katapult projekt kinek tetszett, kinek nem, de összességében véve azt gondolom, hogy ezek a... Tehát, hogy ezt is szokni kell, ez nem úgy megy, hogy az ember egyik napon a másikra ezt elkezdi csinálni, és akkor hirtelen minden gyerek azt fogja mondani, hogy neki csak ez kell ezentúl. Nem feltétlenül. Van, aki szeret iskolásat játszani, vagy iskolásat játszani, menni az iskolába. Az ő számukra ez nem biztos, hogy feltétlenül olyan nagyon-nagyon izgalmas lesz. Nem gondolom minden esetben. De az látszik, hogy egy idő után, egy év alatt egy olyan projektet valószínűleg minden gyerek elé oda tudok tenni, ami őt megfogja, és elkezd vele dolgozni. Mindenkit más. Van, akit mondjuk egy ilyen pszichológia modul kezd el érdekelni, és akkor azután azzal kezd el foglalkozni. Van, aki tananyagfejlesztésben, történelemben kezd el dolgozni. Idő után mindenki más csinál, de mindenki mást viszont csinál. A bemutatott projekteket, ezeket meg fogjuk osztani, illetve a prezentáció is meg lesz, és ez a, ha jól tudom, mert most felvevődik ez az előadás, és ezt is meg lehet majd hallgatni később. Valamikor igen, valamikor nem, Farkas Robi kérdése. Igen, ki szoktam töltetni velük kérdőíveket, illetve valamilyen fajta visszajelzést ők adnak egymásnak arra. Az iskolában az értékelés, egymás értékelés egy picit összetette, mert ha tudod, hogy ki csinált egy videót mondjuk, akkor az nagyon sokat számít, hogy az milyen jó focista. És akkor néha a jó focisták azok akármit csinálnak, vagy a szép lányok, akkor jó pontokat kapnak egymástól. Összességében véve én azt látom, most hogyha, most nem értem, hogy mit kell összehasonlítani igazából, Robi, hogy egy projekten belül az elkészült termékeket hasonlítjuk össze, akkor sokkal jobbak azok, amiket én is jobbnak tartok, és ebben nagyjából meg szoktunk egyezni. Egy-egy ilyen kivételt eltekint, hogy valaki a legjobb barátjáit fogja a legjobbnak tekinteni, akármit mondunk, mert ez egyfajta ilyen összetartás. Hogyha az a kérdés, hogy jobbnak tartják-e az ilyen projekt, tehát mondjuk egy 21. századi képességek szempontjából megszervezett órákat, vagy pedig jobbnak tartanak egy hagyományos fizika órát, vagy történelem órát, ezt erre azt gondolom, hogy egyrészt gyereke válogatja, tehát nem biztos. Másrészt, pedig ugye ez is csak egy rendszer, és ez sem biztos, hogy mindenkinek teljesen jó és megfelel. Van, akinek sokkal egyszerűbb az, hogyha adok egy két oldalnyi házit, ő bemagolja azt, amit tud, és kész. De hogyha ezt sokáig csinálod, és fokozatosan és folyamatosan, akkor egy-egy év elteltével én azt látom, hogy sokkal önállóbbá válnak a diákok, sokkal inkább hajlandóak ebbe az autonóm önszabályozó tanulásba saját maguk szervezni az ő saját tanulásukat.
és ezek a készségek szerintem fontosak. Nem tudom, hol lesz megtalálható ez majd, a digitális témahely szervezői fogják majd mindenkinek elküldeni, én azt gondolom. Jó, akkor kérdezném, hogy van-e még esetleg kérdés? Lehet audióval is kérdezni, tehát valaki most bekapcsolja a mikrofont egy kérdésereig, akkor szívesen válaszolunk úgyis. Jó, akkor sikert a kérdésekre válaszolni. Azt gondolom, a hanganyag, illetve a prezentáció, azt majd a DTH szervezők pontosan meg fogják mondani, hogy hol és mikor lesz elérhető. És akkor az eszközökről, jó, ez fontos, az eszközökről a következő alkalommal fogunk tartani egy részletes bemutatót is, ahol majd mind az összes eszközt, amit itt most felsoroltam, egymás után egyesével el fogjuk majd mesélni, úgyhogy gyakorlatban is bemutatjuk, illetve minden egyes eszközhöz fogunk készíteni egy külön videót. A következő webinárium lesz, most meg nem mondom, hogy hanyadikán lesz. De fog a DTH mindenkit értesíteni erről, szerintem Attila fog majd szólni. Akkor a Movie Maker-től kezdve a snippen át az autókollázsig minden eszközt bemutatunk, illetve, hogyha valaki arra esetleg majd lemarad, amit nagyon sajnálhat, hiszen én izgalmas lesz, mint az a mai, annak pedig majd ilyen kis videókban fogjuk elmagyarázni azt, hogy akár Sway-ben vagy Office Mix-ben, hogy hogyan lehet ezeket az eszközöket pontosan használni. Tehát az a lényeg, hogy azhoz, hogy ezeket a lépéseket megtegyük, ehhez abszolút nem kell informatikai jedinek lenni, mert vannak olyan eszközök, például az autókollázs, amelyek valóban egy-egy pillanat alatt megtanulhatóak, és ez egészen komolyan percekben mérhető. Nagyon sokszor tanítottuk már ezt, hogy meséltünk erről nagyon sok helyen, nagyon sok kollégának, és tényleg gyorsan megtanulhatóak. Nyilván vannak picit bonyolultabb eszközök, de ennek megvan azért a fokozatos felépülése a kezdetektől, és ez teljesen jól tud működni. Ezt megígérem, és az is érdekes még, hogy a kezdő és a haladó között ezen a téren viszonylag kicsi a különbség, és villámgyorsan meg lehet ugrani, és át lehet azt a digitális szakadékot lépni, ami leginkább csak az agyunkban van igazából, nem pedig a valódi virtuális világban. Úgyhogy ha nincs több kérdés, akkor én szeretettel szeretném megköszönni mindenkinek a megtisztelő figyelmét, és akkor, ahogy Magilla Gorilla szokta volt mondani, a jövő héten újra megpróbáljuk a következő webináriumban.